karácsony éjjelén örül a nagy világ, és angyal kórus hangja töri át az éjfalát, mert jön az új reggel. Együtt van Isten és ember. Karácsony ünnepén a szívem énekel, az angyalokkal együtt zengem én, hogy van remény, mert itt az új reggel. Együtt van Isten és ember. Barátom, jöjj, ne kés, mert itt a perc az Isten átölel. Ne félj, a hajnal fénye itt van már közel. Remény, az Úr velünk van, ő Immanuel. Ó, hát jöjj velem, és ünnepeljük ezt az éjszakát vele, ki minden emberért a földre szállt. Gyere, ha tudja meg a jó hírt a világ. Karácsony éjjelén örül a nagy világ, és angyal kórus hangja töri át az éjfalát, mert jön az új reggel. Együtt van Isten és ember. Karácsony ünnepén a szívem énekel, az angyalokkal együtt zengem én, hogy van remény, mert itt az új reggel. Együtt van Isten és ember. Ó, barátom, jöjj, ne kés, mert itt a perc az Isten átölel. Ne félj, a hajnal fénye itt van már közel. Remélj, az Úr velünk van, ő Immanuel. Ó, hát jöjj velem, és ünnepeljük ezt az éjszakát vele, ki minden emberért a földre szállt. Gyere, ha tudja meg a jó hírt a világ, hogy Isten értünk küldte el a földre egy szülött fiát. Történt pedig azokban a napokban, rendelet ment ki Augustus császártól, hogy írassék össze az egész földkerekség. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíriát Quirinus kormányozta. El is ment mindenki, hogy összeírják mindenki a maga városába. Fölment tehát József is Galileából, Názaret városából Júdeába, Dávid városába, amelyet Betlehemnek hívtak, mert Dávid házából és nemzetségből való volt, hogy összeírják Máriával eljegyzett feleségével, aki áldott állapotban volt. Amikor ott voltak, eljött az ideje, hogy szüljön. És megszülte elsőszülött fiát. Pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. Gyerekek, gyertek, asztalon van a finom ebéd. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Édes Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk, ámen. Amen. Lányok, Terike, Gabi, Bettike, így kell viselkedni az imádság alatt? Mindig ez van. Mikor lesz már végre, hogy együtt el tudjuk kezdeni az ebédet? Nagymama, hadd csak. Hát nem emlékszel, a te gyerekkorodban sem így volt. Neked is meg kellett tanulni, hogy hogy illik viselkedni az ünnepi asztalnál. Hát, Kingám, én már nagyon régen voltam gyerek, a múlt században. Valami azért most eszembe jutott. Tényleg rosszalkodtam egyszer. Az iskolában történt. Harmadik osztályos lehettem talán. Én olyan izgatott vagyok, nekem kell megnyerni a sótartó hajtogató versenyt. Én tudok a legszebben sótartót hajtogatni. Nem, Erzsike, nem csak te tudsz szépen hajtogatni. Mi mindnyájan megtanultuk a tanítónénitől, és mi is szeretnénk megnyerni a versenyt. Igaz, lányok? Igen, mi is. De nem! Akkor is én fogom megnyerni! Gyertek, lányok, tegyük az asztalra az elkészült műveket. Amíg nem jön a tanítónéni, körjátunk hozzánk egyet. Szorú, mert vagy olyan szomorú, azért vagyok szomorú. Jaj, ne, eltéptem! És mit csináljam? Ki kell cseréljem? Koszorú, legszebb. Koszorú, mert vagy olyan szomorú. Azért vagyok szomorú. Lehet, késő tátok? Igen. Koszorú, koszorú, mert vagy olyan szomorú. Koszorú, koszorú, miért vagy olyan szomorú? Azért vagyok szomorú, mert a nevem.
értékelése következik. Mária nénivel kihirdetjük a győztest. Figyelem, figyelem! A legszebb és legigényesebb sótartót Erzsike hajtogatta. Ez az! Gratulálunk, Erzsike! Nagyon ügyes volt. Köszönöm szépen! Hát de én nem ilyet hajtogattam. Én miért hajtogattam? Lányok, ne keseregetek, gyertek, inkább ünnepeljük meg Erzsikét, mert ma ő volt a legügyesebb. Ne haragudjon rám, tanítónéni, és ti sem neheztéltek rám, lányok. Én nem tudom, miért tettem, de én cseréltem ki a szakadt sótartómat a legszebbre. Nem én érdemlem a győztes díjat. Te vagy a legügyesebb, Adél. Hát, Erzsiké, éppen időben szólalt meg a lelkiismereted. Ugye tudod, hogy sajtál? Igen, tudom. Nem tudom, miért tettem, de valami megszólalt itt bennem. Bettike, hogyan illik meríteni az asztalnál a tából? Hát, először a nagymama, aztán te édesanya és édesapa, és csak utána mi, de én annyira szeretem a halászlevet, hogy gondoltam, hogy én szeretném a legtöbbet enni. Te sosem csináltál ilyet, édesanya? Dehogy nem, kislányom. Tudod, mi hatan voltunk testvérek, és meg kellett tanulni a testvéreknek is, meg nekem is, hogy igazságosan osztjuk el az ételt. Nem ehettem én többet, és a testvéreim kevesebbet. Emlékszem is egy régi történetre. Még gyermekkoromban játszódott. Erzsikém, Erzsikém, Erzsikém! Jövök már, jövök már! Szervusz, kedves szomszéd asszony! Szervusz, Erzsikém! Hoztam a gyerekeknek egy kis édességet karácsonyra. 50 darab szaloncukrot, biztosan szeretik. Nagyon kedves vagy, köszönjük szépen, nagy lesz az öröm. Gyerekek, gyerekek, nézzétek, milyen finomsággal lepett meg bennünket a szomszédasszony. 50 darab szaloncukrot kaptunk ajándékba. Karácsony este megkóstolhatjátok. Ötven darabot. Tehát mi hatan vagyunk, testvérek. Ha 50-et elosztom 6-tal, akkor 6-szor 8 az 48. És még maradt 2 darab szaloncukor. Na vajon kié lesz? Kié, hát az enyém. Gyorsan meg is eszem. Senki sem fogja megtudni, hogy én ettem meg a maradék 2 szem szaloncukrot. Jaj, édesanya! Mi történt, kiskingám? Hogy estél el? Rám esett a cukros kosár. Rád esett? Nem inkább magadra rántottad? De igen. Nem is tudom, miért csináltam. Amikor feltetted a polcra a kosarat, gyorsan kiszámoltam, hogy ha minden testvérennek és nekem is jut 8 szaloncukor, akkor még maradt 2. Gondoltam, az az enyém lesz. El akartam venni. Mi alatt nyúltam a kosárért, magamra rántottam az egészet. Ugye nem haragszol rám? Butuskám, én nem így fogom elosztani az 50 szem cukrot. Abban igazad van, hogy nektek testvéreknek 8-8 szem jut, a maradék 2 mi osztozunk majd édesapáddal. Erre kár, hogy nem gondoltál. Gabikám, kicsi lányom, hányszor mondjam, hogy ne labdázz a lakásban? Alattunk lakik Szabó néni és Szabó bácsi, és nagyon zavarja őket a labdapattogtatás. Karácsony ünnepére készülünk, gyere velünk fát díszíteni. De apa, én annyira szeretek labdázni. Én nem tudom elképzelni, hogy elteljen úgy egy nap, hogy ne vegyek a kezembe labdát. Nem is értem, te hogy bírtad ki labda nélkül. Nem volt ez mindig így. Nekem is meg kellett tanulnom, hogy mikor minek van itt az ideje. Thank you.
Most kaptad? Igen, most kaptam apukámtól születésnapomra. Játszhatunk vele mi is? Sajnálom, fiúk, Diti mindig nagyokat rúgtam, és nem szeretném elveszteni az új lótámat. Apukám is azt mondta, csak olyan gyerekekkel játszok, akik tudnak rá vigyázni. Na hát akkor ide figyelj! Itt a piros, ott a piros, Ricsi bú, Ricsi bá, gyere Ricsi, menjünk focizni! Meg te gyere! Hogy kell itt az iskola folyosóján focizni? Leperítek a ti díszeket. Elnézést kérjük, Zoli bácsi. Ráadásul az én fiam labdáját rúgjátok éppen. Direkt mondtam a fiamnak, hogy ne jár rontófár gyerekekkel focizzon. Ha nem tudsz változtatni, Ricsi, akkor nem focizhattok a labdával. Pláne nem a fiam új labdájával. Na igen, Zoli bácsi. Anya, apa, most már értem, miért szólal meg bennem a lelkiismeretem, amikor valami rosszban sántikálok. Igen, akkor mintha megszólalna bennem valaki. Úgy, mint most. Hallottátok? Apa, nyiss ajtót! Úgy, mint most. Hallottátok? Apa, nyiss ajtót! Hirdessétek, hogy megszületett a megváltó. Kívánjuk, hogy mindenki szívében szülessen meg a kis Jézus. Kívánjuk, hogy mindenki hallja meg a szívében időnként megszólaló csengőt. Kívánjuk, hogy a szeretet, a béke és az öröm díszítse a szíveteket. Ne feledkezzetek meg egymásról. Őrizzétek meg szívetekben a hit, a remény és a szeretet egységét. Áldott karácsonyt kívánunk mindenkinek!